Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét. Híresek és képek címmel hamarosan kiállítás nyílik a Csók István képtárban. Fehérváron jártak az Abigail című film szereplőit, aztán ellátogatunk a Dinnyési Várpark és Skansen területére is, és ízelítőt kaphatnak arról, hogy milyen volt Székesfehérváron a Táncház Mozgalom napja alkalmából tartott rendezvény. Ezekkel a témákkal jelentkezik a Paletta magazin. Ne menjenek sehova, már is kezdünk! Nagyszabású kiállításra készül a Szent István Király Múzeum. Csütörtökön 17 órakor nyílik a Csók István képtárban a Híresek és képek című kiállítás. Stúdiónk vendége a tárlatkurátora Izinger Katalin. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát a modern irányzatokból mindenképpen ízelítőt kapnak majd az érdeklődők, hiszen a magyar fotográfia történetéből egy igazán különleges részt tölel fel ez a tárlat, de mégis mi az, amit fontosnak tartanál elmondani ezzel kapcsolatban, mi a hívó szó? 150 magyar fotográfiát fogunk látni ezen a kiállításon. Az 1910-től a 40-es évekig ezt az időszakot öleli körül a kiállítás. A legelső fotónk egy André Kertész fotó 1912-ből, most a kronológia szempontból mondom, az utolsó pedig Robert Kapának egy 1948-as képe. A fotókat a Magyar Fotográfiai Múzeumtól kölcsönözzük, illetve egy pár magángyűjtőtől, magánembertől. És annyit szeretnék mondani, mert úgy kell, hogy a kedves kurátor, a Baki Péter, tehát ő a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója, aki ezt a válogatást segítette, aki ebben részt vett. És egyébként pedig a múzeum az, aki minden egyéb szervezői munkában vagy feladatot vállalt. És ez egy nagyon izgalmas időszak a magyar fotográfiának, hiszen mint ugye a művészet történetnek, művészeten belül a fotónak is van egy története, és ebben az időszakban sok minden történik a magyar fotográfiában. Egy kicsit talán még előrébb is kell mennünk az időben. 1839-ben ez az évhez kötik a fotográfia technikai feltalálását, és kb. 40-50 év eltelt, tehát az 1880-as, 90-es évek végéig még nem volt a művészi szempontból létjogosultsága a fotográfiának. Tehát úgy tekintettek rá, mint egy mechanikai képmásoló eszköz. Tehát inkább dokumentáció. És pont ennek tehát a művészi szint legitimizálása miatt kialakult az úgynevezett piktorializmus, ami azt jelenti, hogy a festészethez szeretett volna hasonlítani a fotográfia. Úgy gondolta, hogy ha a festészethez hasonlít, akkor elismerik, mint egy művészi műfaj. És ebből a stílusból is bemutatunk itt fotográfiákat. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a fotók kicsit olyan homályosak, olyan a foltszerűség, a sejtelmesség, a képzeletnek teret hagyó fotók, a témái pedig szintén a festészeti témákra szeretnének hasonlítani, tehát ezért nagyon sok a portré, a csendélet, az aktkép, a tájkép ebből az időszakból. Itt most körülbelül a 10-es évekről beszélünk, tehát ezzel is indul körülbelül a kiállításunk. Ez egy nagyon fontos vonulata volt a fotográfiának. Ugyanakkor ambivalens módon, mivel túlságosan is a festészet a festőiséghez akart hasonlítani, pont a fotográfia lényegét veszítette el. Egyrészt hogy ezeknek a technikai, tehát amit technikai szempontból, technikai eljárás szempontból a fotó fejlődés azóta, vagy ezekben az években már kidolgozott, tehát a tűéles fotó készítés lehetősége, ezt pont nem használták ki, kicsit visszavetették a fototechnikai fejlődését, és nagyon izgalmas ez, ahogy tulajdonképpen ezek a történetek jönnek egymás után. Itt
az új tárgyilagosság, az új tárgyasság, ami a festészetben is egy stílus volt, Németországból indult ez a neue Sachlichkeit, magyarul vagy tárgyasság, vagy tárgyilagosságnak fordítjuk. Itt ismét visszatalál a fotó ahhoz, amiben a legerősebb, a dokumentáláshoz, az éles képkészítéshez, hogy a valóságot, a realitást ábrázolja. Egész mások lesznek a képek témái is. Tehát a szerkezetek, az épületek, a mindennapi élet, a szerkezetek részleteiben megtalálják a szépséget. Itt most mondhatok olyan fontos neveket is, mint Moholy Nagy László, aki szintén ebben az időszakban kezd el meghatározó és hát nagyon fontos, nem csak, tehát képzőművész, nem csak a fotóterületén alkotott, ugye most idén különösen fontos az ő neve, hiszen a Bauhausnak a 100. évfordulóját ünnepeljük, centenáriumi évet írunk az idén. Tőle is láthatók fotók ezen a kiállításon. Tehát, hogy itt változik ez a történet a piktorializmusból az új tárgyilagosság felé, és még egy stílust emelnék ki, ez egy úgynevezett magyaros stílus, ami a 20-as évek végén, a 30-as években élte fénykorát. Ez a magyaros stílus kicsit ebből a festői korszakból folytatódik, idillikusan ábrázolják, kicsit romantikusan a népi életet. Balogh Rudolf nevét említeném, akinek csodálatos fotográfiai vannak a Hortobágy életéből, állatokról, tehát jellemző erre, hogy állatokat fotóznak például. Neki egyébként volt egy Libák című fotója, ez most nálunk nem látható, de ezzel például nagyon fontos díjakat nyert külföldön Balogh Rudolf. És talán, ha még egy negyedik ilyen irányzatot mondhatok, az a szociófotó. Szintén a 30-as évek elején, főleg Kassák Lajos köréből, a munkakörből indul el egy úgynevezett szociófotó osztály vagy tagozat, akik a szegény emberek, a nyomorúság, a társadalmi valóságot fotózzák, ezt tűzik ki célukul. Itt Hár Ferenc nevét említeném, Lengyel Lajos készített nagyon izgalmas fotomontázsokat. Nehéz itt elválasztani ezeket a stílusokat, mert az új tárgyilagosságnak egyik fontos célkitűzése volt a kísérletezés is. Tehát amikor nem a hagyományos fototechnikai eljárásokkal alkotnak, hanem fotomontázsok, fotokollázsok, vagy a híres, Moholy Nagy által is híressé vált fotogramok készülnek. Mondhatjuk azt, hogy azért a korra, illetve a kor alkotóira, a kortársakra jellemző volt a frissesség, meg hogy nemzetközileg is elismert nagy emblematikus alakokká váltak. Így van, én most egy picit szándékosan is egyelőre még azokat a neveket említettem, akik nem a híresek, a nagyon híressé vált magyar származású fotográfusok, természetesen mindegyikük, mondjuk akkor a neveket Moholy Nagy László, Brassai, Robert Kapa, Martin Munkácsi, Kepes György képei, akik André Kertész, bocsánat, még egy fontos név, akik elhagyták az országot különböző okokból, főleg a politika, a történelem alakulása miatt, vagy egyszerűen csak külföldön érezték úgy, hogy az ottani fotográfiai élet talán bizonyos szempontokból, technika szempontjából, vagy látásmód szempontjából előrébb van ott. Inspirálóbb akár. Hát Párizs eleve, mint egy művészváros, inspirálóan hatott itt több névre is ebből a felsorolt névsor, vagy több személyre is ebből a felsorolt névsorból. Természetesen tőlük is bemutatunk fotókat, hiszen hozzátartoznak a magyar fotótörténethez. De én azt gondolom, hogy az ennek a kiállításnak az egyik fontos üzenete, hogy a nagy híres neveken kívül a fotótörténetünk részei és fontos szereplői azok az alkotók, mint egy körülbelül, tehát körülbelül 25 fotós, tehát 25
szemétől állítunk ki fotókat. Ha itt most leválasztjuk ezt az 5 hírességet, akkor ott van 20 magyar fontos fotográfus. Mindegy 150 fotóval. 150 fotóval, így van. Viszonylag hosszú ideig lesz majd látogatható ez a tárlat, hiszen a nyári időszakban is csütörtökön ugye megnyitésettől elég sokáig itt lesz a Csók István képtárban. Igen, szeptember 8-áig látható ez a kiállítás. Fotó kiállítás rendezésekor az a nehézség, hogy a fotó körül 3 hónapig lehetnek kiállítási helyzetben, hiszen ugye a fény az nem tesz jót hosszú távon a fotográfiáknak, tehát van egy ilyen múzeológiai szabály, hogy ennél hosszabb időtartamban, egyhuzamban nem lehetnek a raktáraikon, a kis ládáikon kívül ezek a fotók, úgyhogy ez természetesen nekünk ez alkalmazkodni kellett, de én bízom benne, hogy szeptemberig sokan meg tudják nézni ezt a kiállítást Székesfehérvárról is, a környékből is, országosan is bízunk a turisztikai szezonban, tehát, hogy külföldiek is jönnek ilyenkor a városunkba, szervezünk tárlatvezetéseket, lesznek programok, tehát igyekszünk végigtekinteni ezeket a stílusokat, amiket most említettem is, lesznek könnyedebb és komolyabb programjaink. Mondhatjuk azt, hogy az utolsó simításokat végzitek? Igen, holnap a lámpákat, tehát szerdán a lámpákat állítjuk még be, még a képfeliratokat kell fölrakni, és tulajdonképpen készen vagyunk. Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát a nézőknek csak fel tudom hívni a figyelmüket, hogy látogassanak minél többen, minél többször akár el a Híresek és Képek című kiállításra. Köszönöm szépen a lehetőséget a múzeum nevében is. Köszönöm, mi pedig megyünk tovább, hiszen még 3 témával számítok a figyelmükre itt a Palettában. Lányok a Matulából, az Abigail című nagy sikerű sorozat főszereplői jártak Székesfehérváron, akikkel a Vörös Marti Mihály könyvtárban zajlott egy beszélgetés, itt járt a Paletta stábja is. Minden idők egyik legsikeresebb magyar filmsorozata az Abigail. A 100 évvel ezelőtt született Szabó Magda regényért és a belőle készült sorozatért generációk rajonganak. A Vörös Marti könyvtár olvasótermében a Zsuzs Éva rendezésében 1977-ben készült film főszereplői látogattak el Fehérvárra, hogy felidézzék a korszakos mű történetét. Ez egy örökzöld mű, tehát annyira tökéletesre sikerült, és hát Szabó Magdát idézve ő azt mondta, hogy az idő a legnagyobb kritikus. És hát épp erről beszéltünk most, hogy hát ez nagyon megállja a helyét, ez a mű minden téren, tehát a könyv, Szabó Magda lelke, személyisége, a rendezőnő, Zsuzs Éva, aki ő volt ugye a feje mindennek a filmben, és hát csodálatos szereposztás, minden tökéletes volt a szereposztás, maga, hát ha megnézzük a díszleteket, jelmezeket, csodálatos, ezért él túl mindent, mert klasszikus. A Zsuzsanna nővért alakító Piros Ildikó számára örök emlék a forgatás, amely messze korát megelőzve számolt be a II. Világháború hátországának történéseiről. Fantasztikus volt, amikor megkaptuk a könyvet és a lehetőséget, és olyan csodálatosan összegyúrt minket ez a dolog, hiszen itt vagyunk, elteltek ezek az évek, sajnos nagyon sokan elmentek közülünk, de ez összetartó erő, Szabó Magda ereje nem csak abban van, hogy az Abigail. A Szabó Magda ereje szerintem az egész országot tartja össze, és én tudom ebben a Abigail titkai 100 perces műsorommal, hogy Zsuzs Évával megteremtették azt a valamit, ami az emberekhez eljutott, és a mai napi generációk nőnek föl az Abigailen, de az a szellemiség, és az a valami, aminek azóta is érezzük egy kicsit a hiányát. Ő tovább vitte egy nagy generációt, a Jókait, a Vörös Martit, Gárdonyit, Móricz, stb. És most én azt érzem, hogy a kapaszkodó az embereknek pontosan a Szabó Magda ereje, a Szabó Magda nevelése, a Szabó Magda szava, a gyerekről, bármiről, nagyon, a hitről, a magyarságról, a nyelvről, mindenről olyan komplett, olyan alapdolgokat mond, hogy én ezt úgy, mint a Bibliát, úgy kell olvasni. A filmsorozat, amely a 70-es évek végén a tévék elé ültette jószerivel egész Magyarországot, jutalomjáték volt valamennyi szereplőnek.
Úgy tolulnak az emlékek, éppen most lefelé jövett Székesfehérvárra, itt idézgettük egymás között, meg rötyögtünk, felidézve a humoros élményeket, mert hát bőven akadtak, miközben nagyon nehéz munka volt. Tehát ez egy fél éves forgatás volt, és mindig reggel 6-tól este 6-ig zajlott a munka, mert utána este mindenkinek előadása volt. Most Magdáról annyit, hogy Szabó Magdáról, hogy ő néha kijött a forgatásra. Mert már, amikor Zsuzséva készült az Abigail forgatására, akkor ők már összedolgoztak Szabó Magdával. Tehát átbeszélték, hogy milyen legyen a forgatás, mi maradjon ki a könyvből, és így aztán azt mondhatom, hogy Szabó Magda kíváncsiságból kijött, meg szerintem nagyon jól érezte magát ő is, mert hát, mint mondottam, sokat rötyögtünk mi a forgatás szünetben, forgatások szünetében. Szóval nagyon jó hangulatú munka volt. Kovács István azt a felelősségteljes munkát emelte ki, amit Zsuzséva személyében egy olyan korszakos rendező irányított, aki a bensőséges hangulat és a sorsszerűség mellett az egyedi történések mélységeit is megmutatta. Valami olyan gyönyörű emberi történet, izgalmas, fordulatos, igaz és hiteles helyzetek voltak. Nem beszélve arról, hogy egy nagyszerű csapat játszott ezt. Zsuzséva olyan kitűnő személyiség volt, mint rendező is, mint ember is, hogy gondolom minden kollégám, aki ebben részt vett, azt mondhatja, hogy azért is emlékezetes ez a munka, mert a zaklatott, sokszor sok fölösleges feszültséggel teli filmforgatásokhoz képest ez egy nagyon jó hangulatú, feszes munka volt, de nagyon jó hangulatú, nem volt benne semmi olyan gátló körülmény, és ez mind az Évának volt köszönhető, Zsuzsévának. Zsuzs Kati azt a lehetőséget emelte ki, ami az országos ismertségen túl nem csak elismertséget hozott, de Szabó Magda lélekemelő története abban is segített, hogy megismertessenek egy rendhagyó világot a nézőkkel. Kaptunk egy fantasztikus lehetőséget, egy nagyszerű, mindenki nagyszerű szerepeket, és neki kezdtünk forgatni, belecsöppentünk egy különleges világba. Tehát az ember nem ilyen tudatosan, nem tudja, hogy mit csinál igazából, pláne ilyen fiatalon, hogy ez egyrészt ilyen hatású lesz 40 évvel később is. Ezt se tudtuk. Nagyon boldogok voltunk, hogy ezt csinálhatjuk, fiatalok voltunk és rosszalkottunk, és aztán később, amikor már az ember jobban belegondolt, hogy tulajdonképpen mi is volt ez, akkor lehetett kicsit úgy átgondolni, hogy Úristen, hogy milyen hatással voltunk emberekre. Ugye az egész, én nagyon sok emberrel találkoztam, akik mondták, hogy rá milyen hatással volt az egész film, hogy ezért járt kollégiumba aztán, hogy ezért csinált különböző dolgokat az életében. És hát aztán utána kezdtünk, én úgy gondolom, hogy utána mélyedtünk el Szabó Magdában jobban. Akkor nem tudtuk, hogy mi ez. Az est moderátora Juhász Ferenc Kossuth Díjas költőnk lánya Juhász Anna jelenkor egyik legkiválóbb irodalmára mesteri diskurzusban segítette az Abigail rajongókat abban, hogy a szereplőkkel együtt megéljék a matulások történetét. A film az velünk van. Tehát az Abigailnek a feldolgozása, ez a tévés feldolgozás, azt hiszem, hogy az a Szabó Magda adaptáció, amit a legtöbben ismernek, ráadásul az Abigail az egyik legtöbb nyelvre lefordított Szabó Magda mű, de hogyha egy picit eltekintünk csak ettől a műtől, és azon gondolkozunk, hogy Szabó Magda mit adott nekünk a magyar irodalomban ezekkel a nőalakokkal, ezekkel a belső monológokkal, ami ugye az Abigailben is nagyon jellemző, és nagyon sok művében a belső monológokból tudjuk meg igazából, nem csak egy-egy adott legfőképpen női karaktereknek a személyiségváltozását vagy gondolatait, hanem egyetlen azt a történelmet, ami körülvette őket, ami körülvesz minket is. Ugye az Abigailnél nagyon jelentős a világháború, és az, hogy egy fiatal lány először mit nem ért, mi az, hogy őt segíti valami, és aztán mi az, hogy ő ki tud állni magáért, be tud illeszkedni egy helyre, és mi az, hogy összetartozás, mi az, hogy barátság, mi az, hogy védelem. Nagyon sok tanítása van az Abigailnek. Én azt gondolom, hogy ha csak abból indulunk ki, hogy ma Magyarországon, ha azt mondom, hogy Szabó Magda, akkor talán nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy kiről beszélek. Hogy a Szabó Magdával hirdetünk egy rendezvényt, az biztos, hogy teltházas, ami most indul itt nálunk pár percen belül Székesfehérváron, ez is teltházas.
De itt nem csak most furán fogalmazok, idős nénik vagy bácsik ülnek, hanem nagyon fiatalok is. Új könyvek jelennek meg, vagy új kiadásai jelennek meg Szabó Magda műveinek, és ez már a legfiatalabb generációhoz is elér. Én a napokban 15-6-7 éves diákokkal, akár ilyen rendhagyó irodalom órán beszélgettem Szabó Magda könyveiről, és az Őz, az Ajtó, a régi módi történet a kedvenc olvasmányai között szerepel. Ahhoz, hogy valaki ennyire aktuális tudjon maradni, és évtizedeken átívelve is mondani valója legyen, hogy a Szabó Magda azt mondta, hogy majd a kor dönti, az idő fogja eldönteni, hogy mi az érvényes. Én azt gondolom, hogy ő mindig érvényes tud maradni, és ez pont azért van, mert ő egy nagyon tiszta, talán jó szó, rossz szó, egyszerű gondolkodású debreceni lány, és mindig az is maradt. Ő mindig elmondta, hogy mit gondol, ugye nagyon jól feldolgozta a családját, elmondta, hogy mit gondol becsületről, megcsalásról, megcsalatásról, szerelemről, vágyakozásról, és most már rendelkezésünkre állnak azok a naplószerű szövegek, régebben is volt a Megmaradt Szobotkának, de most már itt a Nyusziék, és újabb és újabb szövegeket kaphatunk az írónő életéről is, ami ezek mellett az irodalmi művek, a regények, és persze kiemelten a versek mellett is feldolgozza ezt a gazdag életet, és bebizonyítja, igen, az idő bebizonyítja, hogy egy nagyon egyenes személyiségről van szó, egy nagyon gazdag életműről van szó, amiből ma 2019-ben is tanulhatunk. A fél évszázados táncház mozgalom értékeire emlékeztek Székesfehérváron is, a táncház napján jártunk. A táncház napján az UNESCO által is elismert táncház mozgalom értékeit képviseli és mutatja be évről évre a táncház napja mozgalom Székesfehérváron. A 70-es években a Liszt Ferenc téről elinduló kezdeményezés hatására fiatalok százezrei kezdtek el újra a hagyományokkal foglalkozni, és táncházakban népdalokat énekelve szórakozni. 1974. február 16-án Ásó István volt az akkori művészeti vezető, de Botos Józsefék és akik ott voltak kiküldetésben, az ő segítségükkel megtörtént, elindult a székesfehérvári táncház mozgalom is, ami a mai napig is töretlen. Az első táncház megalapításának 40. évfordulóján és az UNESCO kulturális világörökség listájára való felkerülésének 8. évfordulóján Székesfehérvár számos hagyományőrző programmal készült a résztvevők számára. 2012-ben az UNESCO a szellemi kulturális örökség palettájára, mint hagyomány megőrzési működő módszert felvette a táncház mozgalmat, és bizony 2012-től számoljuk, és 2012-től valóban minden május 6-a, amikor 972-ben indult, az ahhoz legközelebb eső szombatot jelölték ki a Táncház Egyesület ennek a megünneplésére és megemlékezésére. Az érdeklődők az Alba Régia Tánc Együttes számos családi programján vehettek részt a táncházban. Szombaton a táncos mulatságok mellett kézműves foglalkozásokon, a legkisebbek pedig népi gyermekjátszóházban tölthették az időt. A Dinnyési Várpark és Skanzen az idei évben is bekerült a rekordok könyvébe. Ennek apropóján jártunk Dinnyésen, ismerjék meg önök is a különleges makettjéről ismert parkot. Már eddig is kuriózumnak számított a Székesfehérvártól mindössze néhány kilométerre található Dinnyési Várpark, mely 18 mini építménnyel nyitotta meg kapuit. Alexi Zoltán, a különleges létesítmény megálmodója, 12 éves kora óta rajong a várakért. Az egri csillagok olvasása varázsolta el, és a várak iránti szenvedély elkísérte egész életében. 2012. februárjában kezdett el komolyabban foglalkozni a várpark megvalósításának gondolatával, és két év előkészítő munka után 2014-ben megnyitotta a kapuit a várpark, ami még korán sincs kész. A kiindulási alapok minden esetben a régészeti ásatási alaprajzok, illetve a régészek által meghatározott
leírások alapján indulok el, és hát amit a régészek tudnak, azt próbálom beépíteni. Én úgy gondolom, hogy látványra vissza tudjuk adni azt, amit láthattunk volna akkoriban, még mikor ezek épvárak voltak. A parkban jelenleg 38 egyedi, anyaghű módon elkészített magyarországi vár tekinthető meg. Ezzel sikerült a tavalyi évben saját maga által felállított rekordját megdöntenie, és ismét bekerült a rekordok könyvébe, a Dinnyési Várpark. Az alkotó Árpád Kurus Kanzennel bővítette a kiállítást. Rengeteg csoportunk van, ovisok, kisiskolások, felsősök, még középiskolások is, sőt, voltak már főiskolások is. Nekik, a kicsiknek, azoknak jelmezes foglalkozást tartunk. Nagyon-nagyon jók ezek a jelmezes foglalkozások, inkább azt mondanám, hogy fantasztikusak. Legalábbis a hangokból, meg a boldog arcokból én erre következtetek. Illetve a nagyobbaknak történelmórát szoktunk tartani. Ez pedig már az érzékenyítő foglalkozás, melyet egy integrált fesztivál keretében tartottak. Ehhez hasonló eseményeknek is helyet ad a park. A vakok és gyengéllátók számára tapintható tárlatként mesélnek a kövek és az anyagok a történelemről, az építészeti emlékekről. Nagyon jó kezdeményezés, hogy megcsinálják azokat a dolgokat kicsibe, amit ugye nagyba esetlen nem tud megnézni egy látássérült, kicsibe tudja érzékelni, és akkor mondjuk egy született vakembernek van elképzelése, hogy milyen egy diósgyőri vár, milyen egy füzéri vár, vagy milyenek azok a tárgyak, amiket nagyba tud megnézni. A munkálatoknak azonban még nincs vége, az alkotó a jövőben még több meglepetéssel várja a látogatókat. A várpark addig is az év minden napján várja a történelem szerelmeseit. Megköszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva, kedden 19 óra 45 perctől számítok majd a figyelmükre itt a Paletta magazinban. Viszontlátásra!